A magyar kormány legfontosabb szövetségese ma a XXI. századi Magyarországon az a vállalkozói közösség, amely képes önmagát eltartani, és képes mások számára munkát és lehetőséget teremteni. Nekünk, önök, a magyar vállalkozók a legfontosabb szövetségeseink. Annak érdekében, hogy közösen tudjunk segíteni munkával és lehetőséggel azoknak az embereknek, akiknek kevesebb adatot, és akikért felelősséget viselünk. A magyar állam legfontosabb szövetségese a lehetőség teremtésben a magyar vállalkozói társadalom. Annak érdekében, hogy 2016-ban ne csökkenjen a növekedés lendülete, hanem emelkedjék, hogy lendületet kapjon újra a gazdaság, annak érdekében, hogy 2020 után stabil legyen a magyar gazdaság, legyen növekedés, képesek, legyen, képesek legyünk a nemzeti szuverenitást és a nemzeti függetlenségünket, a nemzeti érdeket képviselni és megőrizni, Különösen fontosnak tartom a vállalkozókkal kötendő új szövetséget. A magyar kormány azon dolgozik, hogy egy új szövetséget ajánljon a magyar vállalkozói társadalomnak. Ennek különösen fontos eleme az a támogatás politika, amely a következő hétestendőben lehetőséget nyit a magyar kis- és középvállalkozások előtt akik a VOSZ tagjai 60%-ának, a magyar, a magyar munkavállalók 60%-ának biztosítanak munkát. Nekünk az a kötelességünk, hogy a VOSZ tag és nem VOSZ tag magyar kis- és középvállalkozók és magyar érdekkörben lévő nagyvállalkozók számára is olyan támogatást, politikát valósítsunk meg ebben az országban, amely megteremti több és több ember foglalkoztatásának a föltételeit. Ennek érdekében kötöttünk egy új megállapodást az Európai Bizottsággal ahol az Európai Unió forrásainak 60%-át nyitjuk meg a kis és közepes vállalkozások előtt. Ez korábban 16% volt. Ez olyan változás és egy olyan történelmi lehetőség, amire nem volt példa 1990 óta.